A dr. Bali Hermina Mental Higiénés Alapítvány és a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szervezésében a Lelki Egészség Világnapja alkalmából konferenciát tartottak Békés Csabán. A Lelki Egészség Világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én. A világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években világszerte számos szervezet csatlakozott a megemlékezéshez, így Magyarországon is egyre több helyen. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. A Center Mozik istermében megtartott konferencián szó esett a lelki egészségről a pszichiátria tükrében, de a Nemzeti Öngyilkosság Megelőzési Programot is bemutatták. De sajnos az is elhangzott, hogy mi magyarok nem állunk túl jól a lelki egészség terén. Rendszeresen vannak ilyen felmérések a magyar lelki állapotról. És sajnos az látszik, hogy a magyar lelki állapot az bizony nem javul, hanem romlik. Növekszenek a szorongásos problémák, a szorongásos zavarral küszködők, növekszik a depressziósoknak az aránya. Összességében azt lehet mondani, hogy Magyarországon körülbelül minden harmadik ember küszködik valamilyen lelki zavarral, lelki problémával. Tehát elég nagy szám az, aki lelki gondokkal, mentális problémákkal, pszichiátriai problémákkal küszködik. Az, hogy Magyarországon minden harmadik ember lelki problémával küzd, döbbenetes szám. Az még döbbenetesebb, hogy Békés megye vezető helyen áll a befejezett öngyilkosságok listáján. Nyilván a mentális állapot felkészíteni az embereket, hogy minek örüljenek, ez rendkívül fontos. A szegénység az egyik tényezője a lelki zavarok kialakításának, de a stresszek, a negatív élmények egyértelműen. De stresszt egyértelműen a mindennapi életben az jelenti, amely a megszokottól szokatlan, váratlan, amire nincs felkészülve az egyén. Fel kell készíteni az embereket arra, hogy tudják kezelni a problémákat, tudjanak örülni, és a pozitív dolgoknál tapadjanak meg mindennapi életüket, szemléletüket, egyértelműen a pozitív irányultság, a jövőbe vetett pozitív hit határozza meg, abban az esetben, hogyha megvan ez a lelki felkészítés, sokkal jobb esély van arra, hogy a mindennapokat jó hangulattal és tevékenyen sikeresebben tudják megélni. A konferenciára meghívást kapott Farka Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, aki elmondta, hogy a megyei önkormányzat számára mindig fontos volt ez a téma. Az is bizonyítja állítását, hogy országos viszonylatban Békés megyében jött létre először a megyei drogstratégia. Nekem jó érzés azt olvasni, hogy a lelki segélyszolgálattal kapcsolatos konferencia Magyarországon Békés megyében indult el először 1996-ban, és mi is ezt követően mindig komolyan vettük ezt. És talán most, amikor egy picit megváltozott a megyei önkormányzat szerepköre, azt kell, hogy mondjam, most is komolyan vesszük, hiszen elég, ha csak arra gondolok, hogy a lelki problémák vonatkozásában akár a fiatalok, középkorúak, idősek különböző tudatmódosítókhoz nyúlnak. És ebben én azt gondolom, hogy Magyarországnak a mutatói azok nem voltak túl jók sosem. És ennek komoly következményei vannak a betegségek vonatkozásában is. Dr. Lehóczky Pál szerint a gondozórendszer jó, de sokkal több emberre lenne szükség, hogy helyreálljanak a társadalmi mentális problémák. Magyarországon tulajdonképpen kialakult már régóta az a fajta gondozó hálózat, amelyet sok környező ország irigyel. Ez a gondozó hálózat nagyon sok beteget el tud látni. Ők látják el a betegek jelentős részét. De oly mértékű a beteg beáramlás, oly mértékű a betegeknek a száma, hogy valóban, amit mond, olykor egy 6 órás rendelés alatt 70-80 páciens beteget kell ellátni, ami gyakorlatilag szakmailag korrektül nagyon nehezen, vagy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte egyáltalán nem megoldható. 2012-ben a dr. Bali Hermina díjat a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonának vezetője Bagyinszky Zoltánné kapta.